A mintát mindig az erdőtől kell venni. Az erdő egy olyan komplex ökoszisztéma, egy olyan egység, ahol minden működik ember nélkül. Ezekkel a szavakkal kezdte előadását Darázsi Zsolt. A gyümölcsész szerint, ahol a természetes körforgás működik, ott adottak a lehetőségek. Ezek kiaknázásában kertészmérnök és gyümölcsészek segítik az érdeklődőket. Darázsi Zsolt a természetközeli gazdálkodás legfontosabb elemeiről beszélt. Ez igen aktuális napjainkban, hiszen annyi méreg és különböző terhelés éri a természetet és vele együtt minket is, hogy nem mindegy, hogy mit eszünk. Ezért hozzáadott méreg nélkül jó lenne, hogyha termelnénk a kis kertjeinkben, és ezeknek a különböző módjait próbálom bemutatni saját tapasztalatok alapján az elmúlt 20 évből. Tehát hogyan lehet az, hogy nem kell permetezni, nem kell vegyszerezni, esetleg nem kell ásni, megkapálni. Fontos továbbá például a zöldségek fajta választéka. Nem mindegy ugyanis, hogy mit és hogyan ültetünk el. Ebben is segítséget szeretne nyújtani a Göcsei Tudásközpont. Az intézmény fő célja a helyi termékek piacra juttatása mellett az, hogy minél többen helyben termelt, jó minőségű élelmiszert tudjanak fogyasztani. Segítséget szeretnénk nyújtani a városunkban, a városunk környékén élő embereknek, azoknak, akik kiskerteket művelnek. Az első előadáson a fa volt a fő téma, a gyümölcsfa, ahol a gyümölcsfa ápolása, gondozása, a biológiai védekezés, a fák metszése, a korona kialakítása volt a téma, a második előadásunk pedig a talaj éltetéséről szólt. Következő alkalommal a vegyszermentes gazdálkodás segítőiről, azaz a rovarokkal táplálkozó madarakról lesz szó. Ők a gyümölcstermesztő gazdák legfontosabb természetes segítői.